Szilvásvárad az egyik legnépszerűbb diugrató versenyhelyszínre nőtte ki magát mostanság. Cseri Dáviddal beszélgetünk. 2023-ban újra fedett pályás döntőt rendeztetek diugratásban. Tekintsünk vissza rá a hétvégére, egy picit értékeljük ezt a hétvégét. Hála Istennek rendben, gördülékenyen lement ez a három versenynap. Több mint 400 startot láthattak a nézők, akik egyébként volt olyan versenyszám, amikor megtöltötték a fedett komplexumot, ami azt jelenti, hogy közel ezren is nézték a versenyszámokat. Ugye pont a tegnap este az utolsó volt az egyik legnépszerűbb show versenyszáma, a Ride and Drive, ami mondhatom, hogy Szilvásváradon most már egy igazi specialitás, amikor a fogathajtást kombináljuk a díjugratással. És nagyon örülök, hogy ebben most már nem csak a felnőtt kategóriáknak a versenyzőit, hanem a gyermekeket is be tudtuk vonni. És Szilvásvárad pedig második alkalommal adhatott otthon gyermek, fiatal lovas és amatőr döntőnek, ami úgy gondolom, hogy tényleg igazolja, hogy Szilvásváradnak helye van a magyar és a nemzetközi díjugrató sportban is. Akkor mondhatjuk, hogy ez is egy sikeres rendezvény volt itt a hétvégén. A tavalyi esztendőben is rengeteg diugrató versenyt rendeztetek, az idei esztendőben is fogtok. 40 év után visszatért ide Szilvásvárodra a diugrató országos bajnokság. Tekintsünk vissza ezekre az eseményekre picit, majd aztán nézzünk az idei évben a jövőben, hogy miket terveztek, ugyanígy nemzetközi versenyek, hazai versenyek. Hogyha csak az elmúlt két esztendőt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy közel 4000 ló érkezett ide a Szalajka völgybe, 30 országból, és ennek a nagy részét a díjugrató szakákban versenyző lovak és lovasok tették ki. Három csillagos Szilvásvárad Masters fordulót idén is szeretnénk megrendezni már harmadik alkalommal, és tényleg már szinte minden földrészről jártak itt lovasok, és én úgy gondolom, hogy egyre jobb a nemzetközi híre, és ennek a versenynek idén olimpiai minősítő versenyszámot is rendezünk, úgyhogy akár a magyar lovasoknak is segítség lehet a kvalifikációra a Párizs olimpiára. Emellett idén GP fordulót is rendezünk, illetve a tenyészversenyt szintén először rendezhetjük meg majd itt a Lipicai Lovas Központban, úgyhogy én bízom benne, hogy a 2025-re megpályázott fiatal lovas Európa bajnokságot sikerül majd megnyernünk a rendezés jogát, és a négyes fogathajtó világbajnokságot követő évben ezt is megrendeznünk. Most említetted, hogy a 2024-es esztendőben négyes fogathajtó világbajnokságot rendez Szilvásvárad, de ez egy hatalmas elismerés és egy nagyon nagy esemény. Hogyan készültök erre izgalommal, mik a felkészülések? Ez egy nagy vállalás, azt gondolom. Így van, hát amellett, hogy hatalmas megtiszteltetés, természetesen felelősség is nagy tekintve, hogy 40 éve, amikor utoljára világbajnokságot rendezhetett Szilvásvárad, akkor tényleg egy felejthetetlen magyar siker született egyénibe, mint csapatban. És hát ezért a elődeink miatt rajtunk a felelősség. Hát ugye ebben az évben még egy 8. maratonakadályt kell megépítenünk, de ezen kívül úgy gondolom, hogy az infrastruktúrális feltételek adottak, és tökéletesek egy világbajnokság megrendezéséhez. És emellett úgy gondolom, hogy a idei világkupa fordulóra most már a jövő évi nemzetközi mezőnynek a jó része el fog jönni Szilvásváradra, hogy megnézze az új maratonpályát és az új komplexumot, és kipróbálják.